Köszöntök mindenkit a Bepillantás a jövőbe című előadás harmadik, egyben utolsó részénél. Dr. Marton Máriusz lelkész előadásában lesz ez a szeminárium elénktárba. Mielőtt meghallgatjuk az ígét, hívok mindenkit, hogy énekeljünk néhány éneket. Az első énekünk lesz a 472-es számú ének, Jézusommal szemtől szembe. Következőjének el kell, hogy mondjam Isten. Yeah.
Mindenható Istenünk, kérünk téged a te lelket, tegyél meg a mi szívünket, a csöndességet, békességet, hogy megértsük azt, amit kívánni üzen számunkra, és az esetünk az mi életünkben. Fiad nevében hallgassál meg, amen.
Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit ezen az esti alkalommal. Hálát adva Istennek, ami szerető, gondviselő mennyei atyánknak, hogy kegyelméből megnyithatjuk az ő szent igéjét. Különösképpen, hogy itt szolgálhatok New Jersey-ben, New Brunswick-ban, és olyan különleges élmény, hogy nem csak a zenei tehetségemet, talentumomat tudtam megosztani, hanem a New Jersey-ek ilyen kedvesen fogadtak, hogy az ige hirdetéssel is tovább tudom adni az evangélium örömét, különösképpen itt a Magyar-Amerikai Atlétikai Klubban. Amint tanulmányoztuk az előző két este is, hogy milyen egy szerető, milyen egy gondviselő Istenünk van nekünk, aki adta az ő szent ígéjét azért, hogy tudjuk az ő ígéjét, az ő akaratát, az ő jellemét, és ugyanakkor az időknek jeleit, hogy felébredjünk arra, milyen komoly időket élünk. És az Úr Jézus eljövetele milyen közel van. Ma este egy másik fejezetet fogunk megfigyelni a Jelenések könyvéből, mégpedig a hangsúlyt a 8. fejezet első versére tesszük, amelynek az a címe, hogy csend a mennyben. És a kérdés feltevődik, hogy miért van csend a mennyben, ott, ahol az angyalok örömteljesen dicsőítik Istent, és szeretik dicsérni őt énekek által, a zene hangszerek által. Miért van csend a mennyben? És a Biblia ezt gyönyörűen megválaszolja ma este. Mielőtt rátérünk erre a fontos tanulmányra, észbe kell tartsuk Ámos proféta 3. fejezet 7. versét, ahol azt mondja Ámos proféta Istenről, mert Uram, az örökkévaló nem tesz semmit anélkül, hogy titkát ki ne jelentené szolgáinak, a profétáknak. Egy ilyen csodálatos Istenünk van, aki nem titokban akar cselekedni, hanem nyíltan. Elénk tárja a jövőt, hogy mi tudjuk, hogy mire számítsunk. Tudjuk az időknek jeleit. És ezért olyan hálás vagyok, hogy egy ilyen szerető, gondviselő Istenünk van. Ha megfigyeljük a Jelenések könyvét, akkor meglátjuk azt, hogy 404 vers van összesen, amiből 270 közvetlen idézet az Ó Testamentumból. Mert ezáltal is Isten be akarja bizonyítani, hogy az Ó és Új Testamentum egyaránt fontos. Nekünk tanulni kell mind a kettőt, nem csak egyiket vagy a másikat. Tovább még egy statisztikait, hogy a 28 könyv az Ó Testamentumból idézve van a Jelenések könyvéből. Tehát ez is bizonyítja a gyönyörű összhangot Istennek igéjében, hogy itt nincs tévedés. És ez az, ami bátoríthat bennünket, hogy Isten nem téved. Na most, rátérünk arra a csodálatos 8. fejezet első versére, ahol azt olvastuk, hogy csend lesz a mennyben. De figyeljük meg ennek a kezdetét, ami elkezdődik a 4. fejezettől, és a 4. és 5. fejezetben itt találjuk leírva, hogy a mennyben egy hatalmas ünnep van. Leültek az angyalok, a vének, ott van az Atya, ott van Jézus, és János, aki látja ezt látomásban, egy hangot hall, mert látják, hogy az Atyának kezében van egy tekercs. És a hang kérdezi, hogy ki méltó, hogy elvegye a tekercset az Atya kezéből. És csend volt, nem válaszolt senki, és János azt mondja, én sírtam, hogy nem találtatott senki méltónak arra, hogy elvegye a tekercset az Atya kezéből. És az egyik véd megütötte az ő vállát, és azt mondta, hogy ne sírj, mert van valaki, a győzedelmes, a Júda törzséből, az oroszlán, aki méltó arra, hogy elvegye a pecsét, a
tekercset az atya kezéből. Jézus az, ez történt a feltámadás után. Amikor Jézus felment a mennybe, mert földi pályafutását befejezte, és most belép egy új fázisba, aki Jézus különböző szolgálatokat töltött be, először mint teremtő, aztán mint megváltó, aztán most a jelenések 4 és 5-ben felmegy a mennybe, hogy az atya elfogadja az ő áldozatát, és ebben a fejezetben Jézust felkoronázzák, mint királyok királya. És ezért Jézus méltó, hogy elvegye a tekercset az atya kezéből. Sokan azt mondják, hogy ez a tekercs, ez nem más, mint a joga Jézusnak ehhez a földhöz. Mert akkor, amikor Ádám és Éva, és ezt tanultuk a tegnap este, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak Istenhez, és hallgattak a sátán szavára, akkor Isten Jézus elveszítette a jogot ehhez a földhöz, mert sátán uralkodott. És olvassuk a Jobb könyvében is, hogy mikor az Isten fiai összegyűltek a mennybe, sátán megjelent, mint ennek a földnek a képviselője. És Jézus azért jött a földre, hogy visszavásárolja, ami eredetileg az övé volt. Ezért írja Péter apostol, hogy nem aranyon vagy ezüstön vásárolt meg bennünket, hanem drága áron, az ő vére által vásárolt meg bennünket. És ezért Jézus méltó elvenni a tekercset, most, mint királyok királya. És folytatódik most a leírás, amint elveszi Jézus a tekercset, amelyen 7 pecsét volt, van, és elkezdi felnyitni a pecséteket egyen-egyenként. Elkezdjük tanulmányozni ma este ezt a 7 pecsétet, és megnézzük ennek jelentőségét, tanítását. A Jelenések könyvének 6. fejezetében olvasom az első 2 verset. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt. És hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól, jöjj. És láttam, ímé egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Ez nem más, mint a proféciának a kezdete. Hogy megtudjuk az időpontot, honnan kezdődik ez a profécia, megnézzük a jól ismert Dániel proféciáját, amikor Nabukodonozor álmában látta azt a hatalmas képet, és Dániel, mikor magyarázza, azt mondja Nabukodonozornak, hogy te vagy az arany fej. Ami azt jelenti, hogy a profécia veled kezdődik, a te időddel, a te birodalmaddal. Így hát ez a profécia a János idejében kezdődik. És érdekes, hogy annak ellenére, hogy a Biblia ilyen világosan elénk tárja a profécia kezdetének időpontját, mégis vannak tanítók, akik más birodalomhoz teszik a kezdőpontot. Mikor Dániel megmondta Nabukodonozor, te vagy az aranyfej, itt Jánosnál pedig a Jelenések könyvében az első századdal kezdődik. Tehát ami történik, János látja a jövőt. Pont ahogy Ámosnál olvastuk, hogy Isten kijelenti a jövőt. Akarja, hogy tudjuk, mi történik. És olvastuk azt, hogy 4 ló jelenik meg ebben a képben. Az első közülük egy fehér ló. És amit nagyon jól tudjuk, különösképpen a hölgyek, hogy a fehér szín a tisztaságot, a szeplőtlenséget jelképezi. És adatot ennek a lovon ülőnek, hogy
haladjon előre, győzzön és sikert arasson. Ez nem más, hogyha a János idejében kezdődik, akkor Jézusról van szó. Jézus hozta a tiszta, szeplőtlen igazságot a mennyből. És neki adatott a korona, azt már láttuk a 4. és 5. fejezetben, és Jézus az ő igazságát elkezdte terjeszteni. És abban az időben, az első században, amikor nem volt ez a modern technológia, nem volt a Facebook, nem voltak mikrofonok, és mégis 100 éven belül, a század végezeténél azt mondják, hogy körülbelül 1 millió keresztény volt. Akkor képzeljük el, hogy milyen buzgón hirdették ezek a tanítványok, az apostolok az evangéliumot, hogy 1 millió keresztény volt a világon. Elkezdve Oroszországtól, András volt az a tanítvány, aki elment Oroszországig, és elvitte az igazságot, aztán elvitték Afrikába. És az akkori ismert világban az igazság terjedt. Olyan gyors ütemben. Az este azt is láttuk, hogy akkor, amikor Isten dolgozik, és Isten gyermekei dolgoznak, akkor van egy ellenség, aki nem örvendennek. És ezt láttuk, hogy Sátán az az ellenség, aki a rosszat akarja, és hogy mennyire akarja ő bántani és fájdalmat okozni Jézusnak, azáltal, hogy az ő gyermekeit elszakítsa tőle, vagy kísértésbe vezesse őket. És ezért most jön az ellenség a második pecsét alatt. Figyeljük meg, a Biblia hogyan írja le. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott nékik. A második ló egy piros, egy veres ló. Ez jelképezi az üldözés korszakát, amikor 100 és 313 között a legdurvább üldözéseket tapasztalták a keresztények. Két római császártól, Decius és Diocletianustól. A keresztényeket az oroszlánok vermébe dobták a rómaiak élvezetére. A keresztényeket oroszlánok ették meg, vagy gladiátorokkal kellett nekik megharcolni. És itt látjuk azt, hogy Tertullián, a zsidó történész feljegyezte, a mártírok vére az egyház magva. Minél jobban próbálta a Sátán megakadályozni a kereszténység terjedését, annál jobban terjed a kereszténység. És én ennek úgy örvendek, hogy Isten népe mindig hűséges volt, hogy lehet néha csak egy maréknyi nép volt, de akkor is volt hűséges népe Istennek. Aztán az üldözés egy rövid ideig megállt, amikor Konstantin úgy vélte, hogy keresztény lett. A teológusok vitatják, hogy ez igazi megtérés volt, vagy nem. De utána jött Julius Cézár, megint elkezdődött a véres üldözés. És olyan gyönyörű, hogy ez, amit János ő látott, tökéletes pontossággal teljesedik be. Ez olyan jó tudat az, hogy Isten nem téved. Amit Isten megjövendül, az be fog teljesedni, és ember nem tudja azt meggátolni Istennek tervét. Ha megyünk tovább, olvassuk a 3. pecsétet, az 5. és 6. versben. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól, jöjj! És láttam, ami egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, mintha egy hangot szólt volna a 4 élőlény között. Egy mérce búza egy dénár, és 3 mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Ez a fekete ló, hogyha a fehér a tisztaságnak a jelképe,
akkor mondhatjuk azt, hogy a fekete a szennynek a jelképe. Az ördög látta azt, hogy a halálos üldözések nem tudták megállítani a kereszténység terjedését, és ezért taktikát kellett neki változtatni. És ebben a században a taktikája a fekete ló, ami mondhatom én, hogy nem volt annyira halálos, mint a második, de sokkal veszélyesebb lelki téren. Mert a második században ott csak két választék volt, az igazság és a hazugság. Mindenkinek dönteni kellett, vagy élsz a sátán oldalán, vagy meghalsz a Jézus oldalán. És mindenki választott egyet. De most a fekete ló ideje alatt behozta a szennyes, a hamis tanításokat. És ez zűrzavart okozott a keresztények között, mert már nem tudták, hogy mi az igaz. Nem tudták, hogy melyiket kövessék. Ők akarták választani Isten oldalát, de össze volt keverve az igazság a hamissággal. Olvastuk, hogy az eledelnek, a búzának és az árpának volt egy kihatározott ára, egy mérce búza, egy dénár. Egy dénár volt kb. Egy napi kereset. És ezzel azt akarja mondani Isten Jánosnak, hogy ebben az időben az eledel nagyon drága lesz. És azok a keresztények, akik szegényebbek, vagy akik nem dőlnek be a hamisságnak, nehezen fognak hozzájutni a mindennapi kenyérhez. Ezzel is akarta sátán félrevezetni az embereket, hogy bedőljenek, és elfogadják a hamisságot, hogy megkapják a mindennapi eledelt. De azt is olvastuk, hogy az olajat és a bort nem volt szabad bántania. Ez nagyon fontos, mert a Bibliából tudjuk azt, hogy mivel ez szimbolikus nyelvezet, hogy az olaj a Szent Lelket jelképezi. És Isten megmondta, tehát sátán próbára tehette az egyházat, de a Szent Lelket nem vehette el az egyháztól. A Szent Lélek ott volt rendelkezésükre állt, mellettük volt bátorítani őket. A másik pedig a bort nem bánthatta, és jól tudjuk, hogy a bor jelképezi Jézus kiontott vérét. Tehát az egyház lehet, hogy szenvedett, lehet, hogy nélkülözött, de a Szentlélek és a Jézus megtisztító vére az ott volt a rendelkezésünkre. És ennek örvendek, hogy ezt senki sem veheti el tőlünk. Pál apostol, ő maga figyelmeztette az egyházat, mert ez nem változott meg a korszakokon át, amikor azt mondta, viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. És valóban ezt még látjuk ma is, amikor emberek lázadnak az egyház ellen, a vezetőség ellen, saját tanításaikat akarják népszerűsíteni, és Pál apostol felhívja a mi figyelmünket, hogy mi viseljünk gondot egy magunkról, és utána Isten nyájáról. Őrizzük meg, hogy ne engedjünk be hamis tanítókat Isten népe közé. Én olyan hálás vagyok, hogy igen, Isten elénk tárja a nehézségeket, a próbákat, de ugyanakkor megvan a menekülő út is. Isten gondoskodott arról, hogy az, aki válaszza az ő oldalát, azt tudjon menekülni. Annak legyen egy szabad út, szabadító út. Ebben a korszakban a hagyományt tanítottak doktrina helyett, az egyház kompromisszumot végzett, és elfogadta hamis tanításokat. Nagyon sok
a világi szekuláris ünnep bejött az egyházba, megkeresztelt nevek, keresztény nevek alatt. Az egyházi szolgálatokat jól fizették, és így sajnos az egyház üzletté vált, nem pedig Isten akaratát keresték. Milyen szomorú. A negyedik pecsét leírja ennek a gyümölcsét. Olvasom a 7. és 8. verset. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: jöjj! És láttam imé egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. A negyedik ló egy sápat ló. A sápat ló azt jelenti, hogy beteg, nem egészséges, halófélben. És mivel az egyház elindult az alkudozás útján lefelé, most már sápatnak néz ki, haldoklik az egyház. A történelem feljegyzi ezt a korszakot a sötét korszak vagy középkornak. Több mint 500 év hitehagyásban volt része az egyháznak, mert az egyház egyesült az állammal. Isten igényének tanulmányozása tiltva volt az átlagember számára, az igazság ismeretlenné vált, az emberek csak azt tudták, amit a lelki vezetők tanítottak. Az egyház nem használta a felhívás vagy a szabad választásnak módszerét, hanem kényszerítették az embereket. Az egyház egy teherré és terrorrá vált. Az elítélés és az ítéletfélelembe és terrorba tartotta az embereket. Ebben a korszakban a kisebbségeket meggyilkolták, vagy számüzetésbe menekültek, amelyek közül a leghíresebb a váldensek története. Oda jutottak, hogy keresztény harcolt keresztény ellen. Milyen szomorú. A latin nyelv használata megszűnt, a Európában, mint az új nyelvek jöttek a felszínre, a spanyol, a francia, a német, az angol, az emberek nem tudtak hozzáérni, mert nem volt Biblia saját nyelvükön. A lakosság többsége nem beszélt latinul, így maga az egyház több millió embert ölt meg a sötét korszak ideje alatt. Isten megjövendőlte, hogy ez be fog teljesedni, és ez így be is teljesedett. Ez szomorú, hogy így van, de a jó hír az, hogy Isten nem téved. Haladjunk tovább, nézzük meg a következő pecsétet, ami nyitja fel az 5. pecsétet, olvasom a 9. verstől. És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételet, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: Úrunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Ezt nevezhetjük az új korszaknak, vagyis a Szentlélek második kiöntetése. Azok az emberek, akik Krisztust választották, és az ő igazságát, és keresték a bibliai tanításokat, nem pedig az egyházi hagyományokat és értelmezéseket, ezt nevezzük a reformációnak. Tehát Isten mindig ott volt, és azok, akik hűségesek voltak, akik igazán kutattak, keresték, azokat Isten megáldotta. Elkezdték
prédikálni és lefordítani a Bibliát saját nyelvükre, mint Luther német nyelvre, Wycliffe angol nyelvre, és így a Biblia jutott vissza az emberek kezében. Itt van a szimbolikus nyelv, hogy a mártirok vére felkiált igazságosságért. Ez ugyanaz a nyelvezet, amit olvasunk Mózes első könyvében, amikor Isten azt mondta Kainnak, hogy hol van a te testvéred, mert az ő vére kiált fel hozzám. Tehát ez egy szimbolikus beszéd. Jézus elénk tárja ezt a gyönyörű hírt, hogy egy, azok, akik meghaltak Jézusért, azok különleges a jutalomban fognak részesülni, de ugyanakkor jön majd a büntetés is azoknak, akik bántják Isten népét. Én még egyszer kihangsúlyozom, milyen hálás vagyok, hogy Isten igéje milyen pontos, milyen tökéletes, és bízhatunk benne. Olvashatjuk, tanulmányozhatjuk, és fogadjuk el azt, mert nincs tévedés Istennél. Ez az egyedüli dolog, ami bennünket tanít, bátorít, erősít, hogy kitartsunk a mi pályafutásunkon. Megyünk tovább a hatodik pecséthez, és itt két részre osztjuk fel a hatodik pecsétet. Olvasom a 12. és 13. verset. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel, a hold pedig egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Tehát Isten három jelt ad Jánosnak, és azt mondja, ez fog bekövetkezni a hatodik pecsét alatt, és ez egy jele annak, hogy közeledünk a hetedik pecséthez, ahol csend lesz a mennyben. Na most, miért fontos ez? Mert vannak szkeptikusok, akik korszakokon át azt vélték, hogy a Biblia az csak egy történetgyűjtemény, ezek csak mesék. És a szkeptikusok azt is mondták, hogy ha Isten összezavarja ezt a sorrendet, és akkor hazugnak tudják bizonyítani. De a jelek, a történelem bebizonyítja azt, hogy Isten nem tévedett. Abban a sorrendben, ahogy ő felsorolta, ugyanúgy teljesedtek be a jelek. Az első jel a hatalmas földrengés, ami november 1-én történt 1755-ben. A földünk történelmében sok földrengés volt feljegyezve, és van feljegyezve, de még mindig ez a legnagyobb, ami történt ezen a földön. A Lisbonban, Portugáliában 90 ezer halottat számoltak a 9 perc alatt. Érezhető volt Észak-Európából egész Dél-Afrikáig. Ilyen hatalmas földrengés nem volt sem ezelőtt, sem az után. Tehát Isten azt mondta, lesz egy nagy földrengés, és volt egy nagy földrengés. Azt utána következik a második jel, ahol azt mondta Isten, hogy a nap el fog sötétülni, mint egy fekete szőrcsuha. Ez is megtörtént május 19-én 1780-ban, és ezt az interneten meg lehet keresni. Bőven ír rajta az internet, vagy róla. Amikor az emberek felébredtek május 19-én, és hallották, hogy az állatvilág is tudta, hogy valami rendellenesség történt, a kutyák ugattak, az állatok jajgattak, tudták, hogy valami nincs a rendben. Amikor az emberek felkeltek, meglepetésükre a nap nem kelt fel. A történelem feljegyzi, hogy délben 12 órakor az emberek gyertyákkal jártak az utcán. Ez nem volt napfogyatkozás, mert a szkeptikusok próbálták kimagyarázni, hogy ez napfogyatkozás volt,
de nem lehetett napfogyatkozás, mert teli hold volt az előző éjszakán. És az állatok is ezt tudták, hogy ugattak, üvöltöztek, nyerítettek, bégettek, és így tovább. Olyan sötétség volt délben, hogy az emberek nem látták a saját órukat, a gyertyával jártak a kezükben. Ezt a tudomány nem tudja megmagyarázni, de Isten igéje megmagyarázza. Mert ha Isten mondta, hogy ez így lesz, ez így be is teljesedett. Aztán volt a harmadik jel, olvastunk arról, az is beteljesedett. November 13-án 1833-ban a meteorit zápor, amikor az égcsillagai hultak a földre, de olyan nagy számban, hogy az emberek azt hitték, hogy itt van a világ vége. Menekültek, rejtőztek. És ez bizonyítja, hogy Isten ezt a három jelt, amit adott, milyen gyönyörű sorrendben beteljesedett, és milyen rövid időn belül egymáshoz. Említettem, hogy a hatodik pecsétet két részre osztjuk, ez volt az első része, és most megnézzük a következő részét a 14. versben, ahol azt írja János, az ég eltűnt, mint egy könyvtekercs, amelyet összetekernek, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. Azért álltam meg a 13. versnél, mert a 12-13. vers beteljesedett, a 14. vers még nem teljesedett be. Ez fog bekövetkezni nem sokára. És a tudósok, akik tanulmányozzák ezeket, mondják is nekünk, hogy mozognak a szigetek, és nagyon sok sziget lassan süllyed lefelé az óceánba. Nem sokára ez is be fog teljesedni a hatodik pecsétnek a vége. Az ég eltűnik és felgöngyölödik, mint egy papír tekercs. Figyeljük meg, mit mond Jézus ezzel kapcsolatosan, mert beszélünk a világ végéről, ahogy belepillantunk a jövőbe. És ha tudtuk ezt, vagy ráébredtünk arra, hogy mi sietethetjük Jézus eljövetelét. A Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében azt mondta Jézus, hogy Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ez az oka annak, amiért én is szeretem hirdetni Isten igéjét. Mert ezáltal mi sietethetjük az ő eljövetelét. Jézus azt mondta, amikor ez az evangélium elterjed az egész világon, és mindenki meghallja azt, sajnos nem azt írja, hogy mindenki elfogadja, hanem azt írja, hogy bizonságul, ami azt jelenti, hogy mindenki meghallja, és dönteni fog, hogy elfogadja-e, vagy visszautasítja ezt. És akkor jön el a vég. És azért szeretem hirdetni Isten igéjét, mert akarom, hogy Jézus minél hamarabb visszajöjjön. Menjünk haza ebből a bűnös világból. Ahogy megyünk tovább, elérkezünk az Úr Jézus második eljöveteléhez, a 8. fejezet első versében, amikor azt írja, hogy feltörte a 7. pecsétet, csend lett a mennyben mintegy fél óráig. Nem azt jelenti, hogy pontosan fél óráig, hanem mintegy, az körülbelül egy fél óráig. Ez lesz a hatalmas esemény, amikor Jézus Krisztus jönni fog. És olvassuk Ézsaiás könyvének 25. fejezetében, hogy ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításában. Én ebbe a csoportba akarok lenni, mikor Jézus jön. Akarom, hogy én is örvendjek, és örömteljesen várjam őt, és gondoljuk bele, amikor ez megtörténik, a sírok megnyílnak, és mindazok, akik Krisztusban meghaltak, életre kelnek, a család együtt lesz.
és megyünk haza Jézussal. Ez a gyönyörű tanítása a Bibliának, amelyre Isten fel akar készíteni bennünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljövetele. Azt írja Júdás proféta, hogy ezekről is profétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel. Ezért lesz csend a mennyben, mert üres lesz a menny. Nem azért, mert az angyalok nem akarnak többet énekelni vagy dicsérni Istent, hanem azért, mert üres lesz a menny. Az angyalok is jönnek Jézussal, hogy fogadják az üdvözültek seregét. Milyen egy dicsőséges nap lesz az, és jönnek majd a lények a többi bolygókról. Jézus, az angyalok és az üdvözültek találkoznak. Milyen egy csodálatos nap. Alig várom, teljesedjen be, és ez az én imám, hogy én is ott legyek azon a napon. Akarom, hogy az én feleségem, az én gyermekeim ott legyenek velem, és akarom, hogy mindenki, aki hallja ezt a gyönyörű felhívást, válassza, míg van rá lehetőség. Válassza ezt a jutalmat, amit Jézus készített az ő gyermekei számára. Említettük azt, hogy mindegy fél óráig, körülbelül egy fél órá. Na most ez az egész leírás szimbolikus nyelvezet, ami azt jelenti, hogy az időszak is szimbolikus nyelvezet. Ami azt jelenti, hogy a Bibliában Isten kiszabta azt, hogy egy nap, egy évet szimbolizál a proféciában. És hogyha használjuk ezt a számítást itt, ha egy nap egyenlő egy évvel, akkor 30 perc egyenlő 7,5 nappal. És ez olyan gyönyörű, mert Isten profétája leírja azt, hogy az üdvözültek serege 7 napon át kirándul Jézussal a menny felé. Milyen egy gyönyörű vakáció lesz az Jézussal utazni a menny felé. Alig várom ezt a ingyenes vakációt Jézussal és az üdvözültek seregével. Nem sokára bekövetkezik ez a nagy felvonulás, amikor az üdvözültek serege elbúcsúzik ettől a bűnös világtól, és haladnak a menny felé. Isten országa felé, ahol ő helyet készített az ő gyermekei számára. Én azért tudom, hogy ez be fog következni tökéletes pontossággal, mert minden más, amit Jézus megjövendült, az úgy beteljesedett. És ezért bízok abban, hogy minden ugyanúgy be fog teljesedni, ahogy Jézus azt megjövendülte. Ahogy majd utazunk a menny felé, csak gondoljunk bele, amint Jézus fogja mutatni nekünk a különböző bolygókat, a különböző teremtményeit, és ha megfigyeljük, ott van az a mi kis napunk, ami persze most nekünk nagynak tűnik, de a NASA tudomány emberei magyarázzák, ott vannak a nagyobb bolygók, mint a Sirius, a Pollux, itt van az Arcturus, és azt írja itt, hogy a mi földünk ezen a listán olyan kicsi, hogy nem is látszik, pont ott van a nyílnak a végébe egy kicsi pont. Képzeljük el, hogy hány bolygó van még ezentúl, amit mi el sem képzelünk. És ez is bizonyítja, hogy milyen hatalmas Isten, és ő uralja az egész világ egyetemet. És mennyire szeret minket, hogy értünk visszajön erre a kicsi bolygóra, hogy hazavigyen az ő országába. Valaki kiszámította egy érdekesség szempontjából, hogyha létezne ez az óriás, hogyha ez az emberi test arányban a Betelgeuse, itt írja a Betelgeuse bolygón lenne, akkor látjuk mekkora a különbség. Én leírtam itt a méreteket. A mutató ujja 3352 méter hosszú lenne. Milyen hatalmas, milyen magas lenne ez a,
az emberi lény. Az ő keblének átmérője 42 méter lenne. Az ő alkara 12 kilométer lenne átmérőben. A vádli ízomja 29 kilométer, és az emberi magassága 60 kilométer magas lenne ezen a bolygón. Tehát ez megint csak azért érdekesség szempontjából, hogy milyen hatalmas Isten, milyen kicsik vagyunk mi, és mégis ennyire szeret bennünket, hogy Jézus meghalt érettünk, hogy kézbe vehesse a tekercset, és hazavihessen minket az ő országában. Aztán itt van a gyönyörű Orion hajnal csillag, amit most a NASA tudósai azt magyarázzák, hogy ez nem egy csillag, ez nem egy bolygó, hanem egy nyitott rés a világűrben. És azt mondják, ez a nyitott rés egyre jobban-jobban nyílik és szélesedik, és amint betekintenek, azt mondják, a mennyezeten ez a legszebb rész, amit ők valaha láttak, a gyönyörű színek, amelyeket láthatnak itt. És persze ez az út, ami hazavezeti az üdvözülteket, az új Jeruzsálem felé. És ekkor meglátják az üdvözültek az új Jeruzsálemet, a helyet, amit Jézus készített az ő gyermekei számára. Ott lesznek ezer esztendeig, amíg lejönnek, hogy Jézus újjáteremtse ezt a földet, amilyen volt a kezdetben, és akkor itt fognak élni egy örökké valóságon át. Nem lesz fájdalom, nem lesz könnyhullatás, nem lesz betegség, nem lesz halál. Én olyan hálás vagyok, hogy Isten ennyire szeret bennünket. Én eldöntöttem azt, hogy nekem megéri, hogy minden földit feladjak, csak azért, hogy ott lehessek az én családommal együtt. Én hívok minden kedves jelenlevőt, minden kedves hallgatót, hogy hozzuk meg ezt a döntést, mert életünk legfontosabb döntése ez. Az örök élet Istennel együtt, és a mi szeretteinkkel együtt. Én ezért imádkozok, hogy míg tart a kegyelem, míg van lehetőség, hozzuk meg ezt a döntést. A hatodik pecsét alatt élünk, még van egy, az idő rövid. Hogy mikor Jézus jön, mindannyian tártkarokkal várjuk őt, és hazamenjünk vele az ő országába. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük Jézus Krisztust, aki lejött és megmutatta a te szeretetedet nekünk. Köszönjük azt, hogy erre a kicsi apró bolygóra hajlandó volt eljönni, meghalni, mert ennyire szeret bennünket. És köszönjük, hogy elénk tárta a jövőt, hogy mi tudhatjuk azt, hogy milyen közel van az ő eljövetele. Jó atyánk, adj nekünk szent lelket, hogy hozzuk meg ezt a döntést, míg van rá idő, míg van lehetőség. Hogy azon a napon, mikor Jézus jön az ezerszer ezer angyallal, és fújják a trombitaszót, mindannyian tártkarokkal várjuk őt. És a mi szeretteinkkel együtt hazamenjünk vele, abba az országba, ahol látni fogjuk Jézus szemtől szembe, és látni fogjuk a te orcádat is. Jó atyánk, addig is áldjuk, magasztaljuk szent neved, a Jézus nevébe. Amen.
a záróénekünk a 497-es számú ének lesz, hiszük, hogy Jézus hamar visszatér. Kérek, álljunk fel mindenki!